Sziasztok, Marika vagyok. Szörp fog készülni szederből. Leszettem a szedret, megmostam. És őszi barackból, ez is meg van mosva, kiválogattam a javát, mert már nagyon oda van. Nem is tudom ezt a 6 őszi barackból. És a horvát innen a szakácskönyvéből, az Apermánő Ribiszka és Szeder Szörp nyersen eltéve, én mindig azt készítem mindenféle szörphöz, úgyhogy most is úgy fog készülni, ahogy ő írta, csak egy kicsit változtatom, Marika, mindig, mert annyira nem ragaszkodok én semmihez. No, ez ugye ő azt írja, egy kiló gyümölcshöz kell 6 deci víz, de hát ez nem volt annyi. Lemértem 850 g, ugye itt sok a mag, ez majd semmiképp nem kerül bele, meg hát egy csomó minden nem kerül bele, mert itt csak egy tűzacskon átfolyik a lé. Ez 850 g, ugye a magot leszámítjuk, ekkor, ehhez akkor 800 g őszi barackot raktam, ezt mindjárt felaprítom, és akkor ide bele az üvegtálba, és botmixerezem. Ehhez, mert ez dupla mennyiség, ehhez 1200 g vizet adok, és ugye fél kávéskanál szalicilt írok, én egy kávéskanál szalicilt raktam, és 2 kávéskanál borkősavat. Hát valamelyik kérdezte, hogy a citromsavja le van járva, hogy azt ő elhasználhatja-e. Hát ugye én elhasználnám, de én nem tanácsolhatom, hogy használja el. Most én is olyan borkősavat rakok bele, ami le van járva. Aztán, mi baja lenne attól? Hát én látom, hogy egy kicsit nem olyan hófehér. Attól még az szerintem tök jó. De ezt csak én merem bevállalni, ti be ne vállaljátok, vagyis hát ne én utánam, hanem ha bevállaljátok magatok szerint. No, nem szabad ilyet csinálni, csak a Marikának. Na, akkor az fog történni, amit mondtam, ide az üvegtálba beleöntök mindent, a barackot belevagdalom, már ötször citromsavaztam a kezemet, mert kegyetlenül fog a barack is, ez meg nagyon, úgyhogy, és akkor ide belepakolok. Az őszi baracknak le lehet húzni a héját, de én nem húzom abba, annak van jó íze, attól van jó íze az őszi baracknak. Csak próbáljátok ki, egyétek meg héjasra, meg héjtalanul. Héjtalanul se íze, se bűze, a héjnak van a finom íze. Úgyhogy ha azt lehúzzátok, akkor inkább ne is egyetek őszi barackot. Vitamin is abban van, meg a finom íz is. Én szerintem legalábbis, ha úgy kell megvennetek, hát hogyha nem, akkor meg azt csináltok, amit akartok. De hát én szerintem úgy van. Én héj nélkül meg nem enném, csak hát, ha valami miatt muszáj lenne. Bot mixerezem, nem lehet ezt a szót kimondani. Aztán akkor hozzáadom a szalicét meg a borkősavat, és akkor azzal is egy kicsit mixelem, és akkor utána öntöm hozzá a vizet. Látszott, hogy beleraktam a borkősavat, a szalicilt, meg a vizet is. Nézzétek, mennyi lett. Hát ez lehet egy olyan 3 literes tál, hát nem tudom. Hát 2 liter biztos lesz, ugye, hogyha 2 liter lé lesz, akkor 2 liter cukrot, 2 kiló cukrot rakok hozzá. Úgyhogy ez így fog történni, majd jövök. Ezt most megmondom, hány órát fogom állítani. Most délelőtt 9:30, körülbelül délután 4 óra körül, 3:30, nem tudom, hát jó, 5-6 órát, 7 hetet állítom, és akkor tűzacskóba rakom, és akkor holnap reggelre ez le fog csöpögni, és akkor majd lemérem, és rakok hozzá cukrot, ez így fog történni. Azt még elmondom, hogy teszek rá valami tányérad, vagy valamivel lefedem, ami jól zárható, mert lecsót csinálok, aztán nehogy átvegye a lecsónak az illatát, ki tudja. Úgyhogy ti is csináljátok így, hogyha ilyen hagymát pirítatok, vagy valami, mikor ez itt áll, akkor azért valamivel takarjátok le jól zárhatóan, hogy nehogy, mondom, úgy járjatok, hogy hagyma szaga legyen, vagy íze legyen, vagy mit tudom én. Látjátok, itt egy nagy tányér, ez fordítva pont jóra. Na most ezt még megtisztítom, aztán akkor majd jövök délután. Ahogy mondtam, 4 óra körül állok neki, úgyhogy körülbelül annyi van, 4:45. Na, ezt az anyagot, amin át fogom folyatni,
Hát ez nekem nem tudom honnan van, én vartam, egy darab anyagot kaptam, és akkor abból vartam, úgyhogy 1000 éves. Megvizeztem, hogy ne ezt a lét szívja be, hanem már legyen nedves, úgyhogy én így szoktam csinálni, ha nem felejtem el. No, akkor most ezt szépen belemerem, azért lehetőleg úgy, hogy ne nagyon folyjon mellé. Aztán van egy hely a lakásba, ahova fel tudom akasztani, papának ilyen húzózkodója télen, mikor nem tud kint dolgozni reggeltől estig, vagy valamit tevékenykedni, akkor tornászik, aztán akkor ott szokott húzózkodni, oda fogom fölrakni. Hát azt nem mutatom, csak úgy elmondom, hogy ilyen helyre, de meg szoktam úgy is oldani, hogy két szék hátára egy ilyen rudat rárakok, aztán akkor arra egy madzagot kötök, ide a konyhaszekrényre is, az asztalhoz, hát ja, meg lehet oldani lakótelepi lakásba is, annyi szörpöt elraktam, hogy eszméletlen volt, ami 20 méter hosszú, vagy 15, nem tudom, málna lugassunk, úgyhogy ott is rengeteg szörpöt elraktam, emlékszek rá, mentünk Bükkre, rengeteget jártunk Bükkfürdőre, mikor Szombathelyen laktunk, vittük a nagyon sok finom, friss málna szörpöt, azt ittuk a gyerekekkel. No, az az edény sokkal nagyobb, mint ez az üveg, az az üvegtál, nem edény, az az üvegtál nagyobb, mint ez, úgyhogy bele fog férni. Remélem ez a kapocs nem fog innen leugrani, ott még egy darab barack nem lett szétbaszítva, de nem baj, ez jó, úgy. Most már mindegy. No. Ezzel a minden tudó spatulával, jól állva a mosdva, mindig lehúzom a spatulát, ezt a részét is, ott is kiforró vizezem, mert hogyha ugye beleviszem másba, nem csak süteménybe, nehogy ott maradjon ám valami fokhagyma, úgyhogy arra ti is ügyeljetek, amelyiket szét lehet húzni, azt húzzátok szét. Nem osztom ám az észt, csak elmondom az én tapasztalatomat, hogy ilyenre vigyázni kell, de mondjuk nem jártam úgy, mert mindig széthúztam, hogy valami marad volna ott, csak maradhatna. Egy kis szörgés. Aztán minden csökkét belehúzzuk. Ezek a spatulák olyan jó dolgok. Látjátok, itt a papának a húzózkodója. Aztán erre fökötöttem egy madzagot látni, és ott a madzag, de nem bíztam benne. Úgyhogy mellé kötöttem egy ilyen fehér zsinort. Hát mit tudom én, mi ez az anyag lényegtelen. Ott egy kampó, és akkor így szépen folyik. Itt a hűtőn, ez még édesanyámnak az asztalterítője volt a tiszta szobába. Ebből van még kettő, azt lehet, hogy mind a kettő az egyik húgomnál van, vagy mind a kettő ennél egy-egy. Nem tudom, a többi hol van, mert volt ágyterítő is belőle kettő. Ja, ez meg az enyém lett, mikor a szüleim meghaltak. Ja, úgyhogy ezt nem kéne megemlíteni, csak úgy mondom, mivel hát, ha megláttátok. Egyszer arraptam egy ilyen nájlont, hova nincs, honnan van, vagy mi volt ez, ne föcsögjön rá, hát ha föcsög, meg bele is zuhalhat, de azért remélem nem olyan nagy mennyiség. Jobb lenne, hogyha egyik sorkán folyna, de hát nem tudom, miért így vartam, meg gondolom, ennyi anyag volt, és akkor ezt nem tudtam megoldani másképpen. Ja, na jó, van, majd jövök, hogyha lefolyt. Hát gyertek, fölkötöttem egyik felét ilyen, mi az, biztosított üvel. Hát már nem is nagyon csöpög, aztán mennyi massza még benn van. Hát én úgy gondolom, hogy ez fél kiló már van, úgyhogy hoztam ide fél kiló kristálycukrot, beleburítom,
hogy semmit ne savanyodjon ez a gyümölcslé holnap reggelig, mert ez most addig itt pötyögni fog, csöpörögni. Így szoktam csinálni. Úgyhogy még lemérés előtt azért adtam hozzá annyit, amennyi úgy körülbelül már biztos van, hát ez lehet, hogy 1 kiló is van már. De 1/2 kiló cukrot adok hozzá. Lemértem, csak így mocskóból. Ennyi lett. Jól lecsöpögött, hát még azért van ott bőven, mert lehet, hogy ezt megnyomkodom, de innen el kell vinni, itt nem itt nyomkodom meg, mert ugye egyszer kezet kell mosni. No. Jó sok lett, ugye benn van most 1/2 kiló cukor, azt majd le kell számítanom. Hát még mindig csöpög, de most már tovább nem várok bele. Egy kicsit megnyomkodom én mindenképpen, de mondom, hogyha tűzacskótok van olyan, nem ilyen fajta, hanem ilyen függönyanyag, amit 2-3 réteget varjatok egybe, kézzel is meg lehet varni, akkor nem szabad nyomkodni, mert azon átmegy a mag, akármilyen sűrű. Én szerintem, de hát aztán ki tudja, milyen függöny tudtok venni, ha el akarnátok készíteni. Nem tudom, a régi követőim közül ismeritek-e ezt a mérleget ma, úgyhogy emlékeztek rá, hogy félre raktam, már nem szerettem, de rájöttem, miért nem szerettem. Rárakok egy üveget, és hát most gondolkodok rajta, hogy lehet, hogy azért nem szerettem. Aztán ugye valamit rakok bele, mondjuk belerakok 1 kiló cukrot, de hát ha most belerakom, akkor meg ki kell mosnom. És akkor ugye lenullázom, hogy utána még valamit rakok bele, és megmutatja az egész súlyt, amiről benn van. Aztán Marik meg ráburít. Úgyhogy sokszor jártam így, de most már kezdem megtanulni, mert most már egy heti használom körülbelül. Mert a másik állandóan elemcserére szorult. Úgyhogy meguntam, hát nem olcsó az elem. Na, 2,40 kg. 2482 gram. És akkor, ahogy számolok, benn van 500 gram kristálycukor. Számolom, Marika. Na, az 1982 gram, most le kell mérnem, hogy 5 kilóba belefér az üveg is, meg még az 1008, vagy külön lemérem a cukrot. Ja, az lesz. 1982 gram, nem fog beleférni. Nincs is egyforma kristálycukor, egyik ilyen csomagolásról, másik olyan. Ha mindegy. A videót visszanézem, akkor rájövök, hogyha nem jól csináltam. Ja, akkor ezt megkevergetem. Aztán most már más nem is mutatok. Az üvegeket elmosom, azt nem mutatom, azt mindenki el tudja mosni üvegmosóval. Jó forró vízzel, én nem szoktam különösebben vacakolni vele, hogy kifőzzem meg nyavajakorság. Én ilyet soha nem csináltam. Na hát jól el is olvad, de azért kell neki egy nap, vagy hát fél nap legalább, hogy szépen elolvadjon, és akkor én még úgy rakom az üvegbe, hogy szitán töltsér, ugye, és akkor szita, hogy hát hol valami cukorba volt valami kődarab, vagy valami, mit tudom én, volt rá például a sóba kődarab, azt a pont a papának törött el a foga tőle, meg a rizsbe, ugye most már nem válogatjuk a rizs, régen válogattuk, mert úgy néz ki, hogy tiszta, aztán biztos nem. Elkészültem vele, ennyi lett. Nagyon jól néz ki. Ugye ez a, leraktam ide alulra ezt a címkét, hogy tudjam, hogy ez az, amit kinyomkodtam, azt majd én megiszogatom, a többit majd odaadom a gyerekeknek szerintem, mert nekünk nem kell. Megmondom őszintén, vizet iszok vízzel. Hogyha gondoljátok, készítsétek el. Hogyha megtetszett a videó, az szerint ugye, mert biztos, hogy azért egészséges valamilyen szinten, mert a szeder az nagyon egészséges, a cukor az nem, de hát mit lehet tenni? Cukrot kell belerakni mindenképpen, mert akkor édes, meg ugye a tartósít is, de hát van már szalicil, az is tartósít.
Írjatok kommentet. Most nem lesz sütemény hétvégén, úgyhogy ez szombati nap fog fölkerülni. Legyen szép hétvégétek. Kívánok nektek esőt, már mindenhol eső hiány van. Habár most hallottam, hogy valahol Borsodban volt, de nem tudom, itt nem volt egy csöp sem most már hetek óta. Na, szóval legyen szép hétvégétek. Vigyázzatok magatokra, írjatok kommentet, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Ebből majd lehet valami finomságot készíteni, ha akartok, de legjobb szörfnek. Sziasztok!